Markolóval emelték ki januárban a szemetet a Tiszából Vásárosnaménynál. Jelentős mennyiségű hulladék, PET-palackok, kidobott műanyag termékek érkeznek a folyókon Romániából és Ukrajnából a megyébe. A szennyezés csökkentése érdekében épült volna uniós forrásból hulladék lerakó a Beregszász melletti Jánosiban. A beruházást azonban az orosz-ukrán háború megállította. Eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le, kéretválaszva a potenciális kivitelező. Jó úton voltunk a pótlógas magyar költségvetési forrás megszerzésében is. A háború közbeszólt, és ilyen módon hát már több mint két hónapja nem tudunk ebben az ügyben előrehaladni. Megkockáztatunk, ha nem lett volna háború, már építkeznénk Jánosiban. Azért fontos ez a megyének is, mert ilyen módon csökkenteni tudnánk a szilárd hulladék mennyiségét, amelyek a vizeinkbe jutnak, és így Magyarországra is megérkeznek. Most talán még fontosabb ez a projekt, hiszen 4, akár 600 ezerrel is megnőtt Kárpátalja lakossága. Ez látható a bejelentkezésekből, illetve az adatokból. Nyilvánvalóan ők is hulladéktermelőként jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy 50%-kal több ember lakik Kárpátalján, tehát még több hulladék képződik, ezért még fontosabb ennek a lerakónak a megépítése, annál is inkább, mert a hát létező olyan, amilyen lerakók is már bőven megteltek Kárpátalján. A beruházásról a lebonyolító Tisza LTT tavalyi évi beszámolója kapcsán volt szó a közgyűlésben. Ezzel együtt több mint 100 fejlesztésben vesz részt a megyei önkormányzat és annak hivatala. Veres János szocialista képviselő szerint példaértékű munkát végeznek a szakemberek. Én rendkívül fontosnak tartom azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mostani ismereteink szerint olyan pályázat, amelyben a megyei önkormányzat apparátusa is közreműködik a megvalósításban, sikeresen fog tudni befejeződni. Úgy vélem, hogy azért fontos ez a dolog, mert egyrészt ez igazolja azt, hogy jó pályázatok készültek, igazolja azt, hogy ahol a megyei önkormányzat apparátusa részt vesz, ott odafigyelnek a szabályos eljárásra és a sikeres megvalósításra, és nem utolsó sorban harmadikén meg kell említeni azt, hogy azt a problémát is át tudják idalni, hogy jelentős költségnövekedés zajlottak le az elmúlt időszakban szinte minden pályázat megvalósításánál, de valamilyen módon, valamilyen módszerrel ezt is kezelni tudták a pályázat megvalósítása során. Én ezt egy kifejezetten nagy értéknek tartom, mert a mi megyénk csak akkor tud fölzárkózni a következő időszakban az ország átlagához, hogyha helyesen, jó célra és jó módon használjuk föl az Európai Uniós forrásokat. Több mint 100 éve, 1892-ben épült a megyeháza. Az épület energetikai felújításáról is döntöttek a képviselők más projektekkel együtt. A legfontosabb döntésünk a mai nap a TOP Plus pályázat keretében a konstrukciókról döntöttünk. 3 konstrukcióban tudtunk támogató döntést hozni. Ez az épületek energetikai korszerűsítése, a humán fejlesztéssel kapcsolatos témakör és az élhetőbb települések. Ez a TOP Plusnak a 211, a 331 és a 121-es számú kóddal rendelkező konstrukciói, úgyhogy ez volt a mai közgyűlés legfontosabb része. Így az önkormányzatok, azok a szervezetek, akik támogatásban részesültek, elkezdhetik a projektek előkészítését. A testület ellenszavazat nélkül fogadta el a Kölcsey Televíziót működtető non-profit Kft. Beszámolóját is. A közgyűlés következő ülését június 23-án tartja.